izgalmas koktéllal készültünk a Yamaha H2-jó nézőinek. Megmutatjuk az Audi kupát Balatonfüredről. Megtudjuk, kik lettek a magyar bajnokok a Balatonon, kocintunk egyet a Badacsony lábánál, és utána járunk, ki nyerte idén az Alkotmány és a Tabok kupát. Augusztus első hétvégéjén folytatódott az erős versenyek sorozata. A kék szalag után a legnagyobb presztízs győzelem az országos bajnoki cím. Magas rangot nem adnak könnyen. Két fordulóban akár több mint 20 futamban kell bizonyítani annak, aki bajnok akar lenni. Az Audi kupa első jó hírét már verseny előtt tudtuk. A támogató kitart az OB mellett. Nagyon örülünk annak, hogyha azért így visszatekintünk erre a 6 évre, akkor azért az látszik, hogy a vitorlás sportban egyre több szponzor jön be, egy pozitív pályán van azt gondolom a vitorlázás, és örülünk, hogy ennek részesei lehetünk. Én azt gondolom, hogy most kezd az utóbbi időben látszódni, hogy komoly cégek is mögé állnak, biztosítók, bankok, autós cégek a vitorlázásnak. Kezdi elnyerni azt a helyét talán a vitorlázás, amit megérdemelne Magyarországon, hiszen van egy Balatonunk, ami kiváló lehetőségeket kínál erre. Helyzetelemzés egy élő legendával, akit még kérdezni sem kell. Nagyon érdekes reggel van, egy finom keleti széllel a bajnokság első napja. Mindenki izgul, feszültek az emberek, várják az eredményeket, és azon imádkozik, azt gondolom mindenki, hogy legyen legalább egy ekkora szél. Milyen esélyeink vannak, gondolom meg fogod kérdezni. Összességében azt tudom mondani, hogy 14 éve megyünk ezen a hajón, ebből nyertünk 12 bajnokságot, és kétszer másodikok voltunk. Hát remélem, hogy ez a tradíció megmarad. A J24-es osztály ezen a nyáron nagyon aktív, nem véletlenül. Most a kék szalag főszervezője is vízre szállt. Én azt gondolom, hogy egy remek kék szalagon vagyunk túl, de azt hiszem, hogy az én természeteseim a hajóban van. Nagy hajós bajnokság első forduló, és J24-es osztályban a Diégot fogom kormányozni. Mire készültök egyébként? Mi a tétje a mostani versenynek? Egyrészt a magyar bajnoki cím, ahol egész évben nagyon komoly küzdelem folyt egy 3-4 fős kis csapatnál, tehát a Székely Antal, Madarász Tamás és a mi egységünk azért nagyon komolyan ölte egymást, és azt gondolom, hogy egy jó pár egység felzárkózott még hozzánk, úgyhogy bármi lehet. Egy 16 hajó indul, és a tétje az, hogy egyrészt bajnoki cím, a másrészt kiérkezik úgy az őszi Európa bajnokságra, hogy bajnokként érkezik oda. Van, aki csak versenyezni jár a Balatonra, és van, aki szinte minden nap kimegy a vízre. A lakásom és a házom is úgy van, hogy a Balatont látom folyamatosan, és mindig, akivel éppen beszélek, mondom, hogy milyen csodálatos a Balaton, és mindig megkérdezik tőlem, hogy nem láttam még eleget. Én imádom a Balatont, imádom a hajót, és gyakorlatilag nekem ez az életem. Tehát én el sem tudnám képzelni másképpen, hogy szinte nap mint nap ne üljek hajóba. És ebben az a nagyszerű, hogy ezt halálomkig lehet szinte csinálni, tehát nincs úgy időhöz kötve, korosztályhoz kötve, mint az úszás, vagy egy torna, vagy egy csomó egyéb sport, ahol nagyon fontos, hogy meddig tud az ember jól teljesíteni. Itt a tapasztalatok egyebek mindenképpen jönnek az évekkel. A forduló fő eseményeit a szakembertől kérdeztük. Ezen az első fordulón 9 hajóosztály indul, a nevezett hajók száma 131 egység, és ez közel 130 versenyzőt jelent. A bajnokság nehezen indult, hiszen az első napon az időjárás nem fogadta kegyeibe a versenyzőket. Nagyon szép idő volt, nagyon meleg, de szél nem volt. Viszont a második napon kicsit élénkülő szélben 4 futamot is sikerült lebonyolítani, illetve a rákövetkező napon 2-t, így azt lehet mondani, hogy a bajnokság már eredményes, érvényes. Nézzük az eredményeket. Az OB első fordulójában, az Audi kupán, 40-es cirkálóban Bakóczi Róbert rózája. Európa 30-asban Takácsi Géza nagymágusa. J24-ben pedig Székely Antal, Imié nevű hajója volt a leggyorsabb. Össze van cirkálóban Cittel Lajos a sirokkót. 70-esben Holovics György a Krajcárt hozta be elsőnek a célba. A 2008-as nagyhajós OB második fordulóját Balatonfüreden és Csapakon rendezték, augusztus 8 és 13 között. 8 kategóriába sorolva összesen 128 egység indult, és hogy legyen még 8-as a szövegben, ez egyben a 8 méteresek Európa kupája is volt, de azért a többi hajóosztályban sem mondta senki, hogy az eredmény neki 8. Kétféle pályatípus volt, az egyik egy háromszög alakú pálya, a másik pedig a mi szóhasználatunkkal élve egy úgynevezett virsli pálya, aminek hát a hivatalos angol neve up-down.
Egyébként három pálya volt, A, B, C pálya. A C pályán volt ez az up-down. A másik két pályán pedig az úgynevezett olimpiai rendszerű háromszög pálya. Hát elég szép számmal jelentek meg a versenyzők. Elég hullámzó volt a széljárás, sokszor azért nem tudtunk rendezni versenyt, mert állandó változásban volt, és bizonyos fok változás között muszáj lelőni, vagy nem indítani a versenyt ahhoz, hogy egy korrekt és sportszerű verseny alakulhasson ki. Az első nap nem volt túlzottan erős, a második nap viszont irgalmatlan kemény volt, de becsülettel teljesítette a mezőny. Az utánpótlásért is sokat tett korábbi szövetségi elnök, Tóth László emlékére is rendezett futamokon sokan bizonyítottak. A 8 métereseknél a Fináci Péter kormányozta Déli Szél győzött, Regina osztályban pedig Holzhauser Andrássék a Rauschenberger Miklós kormányozta Avantit is megelőzve lettek elsők. Ugyanilyen magabiztosan szerepelt a 33-asok legjobbja is. Meglepő volt az erőssége a 33-as mezőnynek, úgy látom, hogy az a fajta tőkeerő, ami megjelent a vitorlázásban, az itt csapódott le leginkább. Mit jelent ez? Hányan indultak a ti kategóriátokban? 15 hajó nevezett, és sajnos az egyik hajó az rögtön kiesett az elején egy árbóc törés miatt, de azt hiszem, hogy az első 4 helyezett ebben a kategóriában a Magyarország legjobb vitorlázói voltak, úgyhogy elég erős mezőny volt. Tavasszal leültünk, mi lesz, most komolyan akarjuk várani, megcsináljuk ezt az egészet. Egy szponzor mögénket, kis hajóból, illetve különböző régi rutinos vitorlázókat, főleg olimpikonokat összeszedtünk, és egy nagyon-nagyon jó csapatot sikerült felépíteni. Mennyit tudtak együtt készülni? Elég sokat ebben az évben, ugyanis a Beneteau First 34.7-essel nagyon sokat vitorláztunk, illetve készültünk erre a 33-as bajnokságra, hiszen a Volkswagen szponzorált minket, illetve Láng Róbert révén ugye részünk volt kipróbálni az RC44-es hajót a kék szalagon, úgyhogy azt mondhatom, hogy elég sokat vitorlázott a csapat együtt, és készült erre a versenyre. Ennek tükrében elvárás volt ez a siker, vagy azért egy kisebb meglepetés? Nem. ez kötelező volt ez a játék, de nagyon megszenvedtünk érte. Tehát tényleg keményen vitorlázott a csapat. Én több magyar bajnoki címnek a tulajdonosok már idén, de ez volt a legkeményebb csatám. A nemzetközi vitorlás hét lebonyolítását is megbolygatta egy nemrég hozott jogszabálymódosítás, ezért utána jártunk a sportot is érintő intézkedésnek. Július 1-től jött ki egy jogszabály, ami a vitorlásport egyesületi életet érinti nagyban. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly biztonsági rendszabályok mellett ugyan, de a másodfokú viharjelzésben is tudnak rendezvényt, oktatást, edzést tartani az egyesületek. Hogyha nem vitorlás versenysportról beszélünk, hanem egyéb kettelési igénybevételről, például a horgászat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát, hogyha ezt vitorlás kishajóról művelik, akkor különösebb akadálya nincs neki, viszont hogyha csónak kategóriába tartozó vízijárműről, ami nagyon jellemző a Balatonon, akkor bizony nagyon komoly szabályokat kell betartani. Miket nevezünk mi csónak kategóriának? Hát igazából ami nyilvántartásba vételre nem kötelezett, tehát nyilvántartási szám viselésére sem kötelezettek ezek a vízi járművek. A jogszabály úgy szól, hogy 6,2 méter hajótest hosszúságig legyen az emberi erővel vagy széllel, azaz vitorlával hajtott vízi jármű. Hát nyilvánvalóan a legfontosabb dolog az a mentőmellény viselésének a szabályait kell fokozottan betartani, illetve ilyen rendezvények, edzések esetén természetesen biztosító kisgéphajóval kell rendelkeznie magának az egyesületnek, és kint is kell lennie 10 egységenként legalább egy ilyen kisgéphajónak. A vízirendészetnek az egyik nagyon fontos, hanem a legfontosabb feladata és tevékenysége az a megelőző járőrszolgálat ellátása a viharjelzések esetén, és igazából a füredi őrs területén nem is történt az idén ez idáig, tehát augusztusig tragikus eset. Talán szerepe van annak is, hogy minden egyes másodfok elrendeléskor megelőző járőrszolgálatot látunk el, nem csak a füredi őrs, hanem az összes vízirendészeti rendőrös a Balatonon. Strawberries, cherries, and an angel.
angels kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Balatoni kikötők sorozatunk mai állomása egy olyan kikötő, melynek legjellegzetesebb látványa nem közvetlenül a vízparton van. Ismerjük meg jobban a Badacsonyi Vitorlás kikötőt. 174 hajóhely van a kikötőben, ami különböző nagyságú hajóhelyek, helyszélesség szerinti díszabás van a kikötőben. Egy elektromos partidarú van felszerelve, amivel 6,3 tonnáig tudjuk kiemelni a hajókat. A parton téli tárolásnál egy 60-70 darab hajót tudok elhelyezni. Különböző vitorlásversenyeket rendezünk, van egy komolyabb versenysorozatunk, az Unica Regatta, ami több kikötőnket érint, és egy 8 versenyből álló sorozat. Mi jelenleg a Szigligeti versenyen vagyunk túl. Nagyon nagy az érdeklődés a versenyre. Az egyik legnagyobb verseny sorozat a Balatonon. Ő miért szereti a Badacsonyi kikötőt? Hát meg kell nézni a vízről a Badacsonyt, és egyértelmű a dolog. Szebb nincs a Balatonon. Napszakok és évszakok közül melyiket szereti a leginkább? Hát a nyarat szeretem, mert akkor vannak a legtöbben, meg akkor süt a nap. De az ősz is nagyon szép, amikor a szüret van. És reggel vagy este a legszebb? Hajnalban. Kíváncsiak voltunk azok véleményére is, akiknek épült a kikötő. Beszéljenek a hajósok. Hát a Badacsonyi kikötőt azért szeretjük, mi Győrben lakunk, és nagyon közel van, és hamar le tudunk érni. 1 óra 20 perc alatt itt vagyunk a családdal, kényelmes az utazás, nem kitöve a nagy forgalomnak. Szolgáltatásokkal meg vagy elégedve? Nagyon meg vagyunk elégedve, nagyon kedvesek itt a kiszolgáló személyzet, és nagyon finom ételek és italok vannak, és ezt nagyon szeretjük, itt nagyon jó főznek. Mióta vagy ebben a kikötőben? Hát körülbelül 15 éve. És miért választottad ezt? Hát közel van a víkendházunkhoz, illetve nagyon hangulatos, nagyon szeretjük Badacsonyt. Mi a sajátosság, mi a különlegesség ennek a kikötőnek? Hát azt gondolom, hogy már a Balatonon azóta nagyon sok kikötő épült, de ennek a kikötőnek mindig hangulata lesz, tehát nem... Tehát Badacsony az Badacsony marad mindig is. Balatoni hajózás nem csak a sportolni, hanem a pihenni vágyók számára is remek lehetőség. Kicsit szétnéztünk, vajon milyen hajós időtöltést próbálhatnak ki a korlátozott idővel vagy pénzzel rendelkezők. A sétahajókázástól a diszkóhajóig számos program közül válogathatnak a magyar tengerhez látogatók. Főleg a főszezonban bővül a kínálatunk. A menetrend szerinti hajózáson és a komfortforgalmon kívül számos kikötőben különböző programokkal várjuk a vendégeket. A közkedvelt sétahajón kívül évek óta esténként a naplemente túrával, gyermekprogrammal, ami bohóc műsort akar, valamint grillvacsorával várjuk a vendégeket, és van 2 egész napos programunk, a Tihany túra és a Badacsony túra. Most a Tihany túrán vagyunk, ez miből áll? Mutassuk be egy kicsit a nézőknek. Ez a program, ez egy egész napos program, idegenvezetéssel, ebéddel, borkostolóval, különböző kikötőkből több hajóval érkeznek a vendégek, feljövünk kis vonattal az apátsághoz, természetesen megtekintjük az apátságot, majd mindenkinek van egy kis szabad program, és a végén elmegyünk egy nagyon klassz pincébe, ott van egy borkostoló ebéddel egybekötve, és a végén mindenki, amivel érkezett hajó, avval megy vissza a kikötőjébe. Kik keresik elsősorban ezeket a programokat? Elég vegyes a kép, tehát természetesen nagyon sok családos vendégünk van, és örömmel mondhatom, hogy 70%-ban belföldi vendégek vesznek részt programjainkon. Mennyire jó a látogatottság az ilyen programoknak? Jónak mondhatók ezek a programok. Általában ezeken a napokon 60 és 80 közötti vendégszámmal, illetve nem ritka, hogy 100 feletti vendégszámmal. Van-e valami kedvezmény, amiről érdemes tudni? Hát a hajózásnál több kedvezmény van. Elsősorban a menetrend szerinti hajózásra, illetve a sima sétahajókra vannak a kedvezményeink. A menetrend szerinti hajózásra például a
balatoni üdülőkörzetben lakó állandó lakosoknak van 50% kedvezményük, valamint a Hungary Card, Balaton kártya és a különböző települések vendégkártyáira is adunk kedvezményt. Mikor van itt a főszezon, tehát mikor érdemes keresni ezeket a lehetőségeket? A főszezon az általában július elejétől augusztus végéig, 20-a utáni hétvégéig, de természetesen az elő- és utószezonban is vannak programjaink, ugyanis a sétahajó programok már egészen húsvéttól október közepéig várja a vendégeket. Mennyire elérhetőek ezek, mennyire terheli a pénztárcát egy ilyen program? Én azt gondolom, hogy a programjaink abszolút elérhetőek a családos vendégeink számára is, tehát próbáltuk az árakat úgy alakítani, hogy bárkinek elérhető legyen, és ami még segítség ebben, hogy az üdülési csekket elfogadjuk minden programunkon, nem csak a menetrenden, hanem programokon is, és ezt nagyon szeretik is a vendégek, sokan érkeznek üdülési csekkel. Az elmúlt hétvégén igazi időutazásban lehetett része annak, aki Kenesén járt. A legmodernebb high-tech hajók és a Balaton védjegyévé vált klasszikus cirkálók adtak randevút egymásnak. A Budapest Bank Money Plus alkotmánykupán a gyorsaság, a Tabu kupán a szépség volt a fő szempont. Gondolhatnánk, de ez nem így volt, hiszen a cirkálók is hasítottak az erős szélben. Most ugorjunk egyet a verseny végére, azután jöjjenek a részletek. Alkotmánykupa néven 5. éve rendezzük, egyébként ez egy 10 éves hagyományra visszatekintő verseny. Milyen pályát írtatok ki, és milyen körülmények fogadták a versenyzőket? A Balatonkenese, Balatonalmádi, Balatonkenese, Aliga Kenese volt a pálya. Nagyon kellemes 4-es, 5-ös szélben vitorláztak, és gyorsan le is ment a verseny. Két és fél óra volt a győztes hajó ideje, úgyhogy teljesen jó volt minden ma. Hát ez egy jó levezetés a bajnokságok után, ami egy éles verseny. Itt például Nautic családi regatta van, ahol a családdal együtt vitorláznak. Nem annyira éles a dolog. Minden hajón azt láttam, hogy sok a vendég, sok barátot elhoztak. Egy kicsit ilyen pihenő, szórakozó verseny, de persze éles is. És látszott, hogy az esélyes hajók végeztek az élen, úgyhogy egy nagyon jó verseny volt. A Tabu Kupa ötletgazdája a veterán értékek szerelmese, míg azt az autót is megtartotta, amelyen vezetni tanult 50 évvel ezelőtt. De nem csak ezt mentette meg az utókornak, munkájával sokat tett azért, hogy a Balaton legszebb hajóit megbecsüljük és meg is tartsuk. Én 80-as évek elején közepén egy tanulmányúton dolgoztam Münchenben, és meghívtak a Starnbergerzén egy ilyen oldtimer versenyre, ami elképesztő külsőségek között zajlott, és akkor éreztem, észleltem igazán, hogy Nyugat-Európában a régi hajóknak mekkora megbecsültsége. A 90-es évek második felében rászántuk magunkat, és a Tabu Egyesület nevében, mint ötletgazda megrendeztem az első Tabu Kupát, és ennek immár 10 éve, hiszen most egy jubilami versenyt tartottunk a mai napon. 22 egység indult, én azt gondolom, hogy ez is egy szép látvány volt. Litkei Botond atlantai olimpikon simán nyerte a J24-es osztályversenyét. De mi mégsem erről kérdeztük. Botond szakmája szobrászat, festészet, úgyhogy a formák mesterét szólítottuk meg. Én nagyon fontosnak tartom, tehát az, hogy a hagyományos hajók fussanak, tehát nagyon nagy fejlesztések történnek most az új hajóknál, rengeteg ilyen rohanógép került be a Balatonra, amik általában viszik is a prímet, tehát úgy értem a kék szalagon nem nagyon lehet őket megverni, és hát a régi hagyományos hajóknak nagyon fontos, hogy legyenek versenyek, tudjanak szerepelni, eredményesek legyenek, tehát ezt nagyon lényegesnek tartom. Mint művész ember, mint aki a formákhoz, a dizájnhoz ért, számodra melyik hajótípus, hajóforma a legszebb a Balatonon? Hát én a klasszikus hajókat szeretem ilyen szempontból, mint a Scherenkreuzer például, tehát az a hagyományos faépítésű hajók. Hát nagyon becsülendő, hogyha valaki ilyet épített, faárbóc, fahajó, és ezeket a klasszikus formákat szeretem, képileg is, hát ez nagyon szépen megjeleníthető.
Most pedig térjünk át a modern hajók versenyére, a Budapest Bank Money Plus alkotmánykupára. Az előző napi front kifejezetten jó szelet hagyott a keleti medencében, úgyhogy a lassabbnak számító túrahajók is száguldottak. A jó szél, a nagy mezőny elégedetté tette a támogatót is. A vitorlázás az egy olyan sport, ami a műügyfeleinknek egy kicsit szórakozást, kikapcsolódást jelent, az üzleti életből ki tudnak egy kicsit szakadni, ilyenkor főleg nyári időszakban jól esik mindenkinek. Lehet, hogy a banki témákról esik szó itt a Balatonparton, de azt hiszem, hogy egész más hangulat van, amikor egy balatoni vitorláson beszélünk a kamatokról, hozamokról, mint hogyha egy hétköznapi bankfiókos tárgyalásról lenne szó, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezt választjuk. Várható folytatás? Egyértelműen azt gondolom, hogy ugye a Budapest Bank továbbra is egy meghatározó támogatója lesz a magyar sport életnek. Nyilván meg kell nézni azt, hogy ezeken belül mi az, ami hosszú távon továbbra is egy olyan irány, amit követni szeretnénk. Szerintem a vitorlásportnak jó esélye van, hogy itt a Budapest Bank privátbanki szolgáltatásra egy hosszú távú kapcsolatnak a alapjait rakjuk le most ebben az évben. Egy igazi szponzor nem csak kalkulál az íróasztal mögött, hanem részt is vesz a versenyben. Persze ez, mondhatni, kötelező volt egy olyan bankárnak, aki 20 évig versenyszerűen sportolt a jégen. Most a vízi száguldásba szeretett bele. Mi a varázsa ennek a hajótípusnak? Nagyon gyors, hogyha a hajóról beszélünk, de szerintem az igazi varázs az a csapatmunka, amit a srácokkal együtt lehet csinálni, és tényleg ez a nagy élmény. Nagyon örültem, hogy erre most nem csak saját magam, hanem ismereinket is fel tudtuk mindig megmutatni nekik ezt az élményt. És hogy viseli azt, hogy itt valójában ön beosztott? Szerintem nagyon jól, egész héten döntéseket hozok, nagyon klassz kijönni a hétvégén a hajóra, és megmondják, hogy mit kell csinálni. Hogy telt a mai verseny? Szuper jó volt, Roni volt a kapitány, nagyon jól vitte a hajót, izgalmas verseny volt, mert a Sopiékkal elég közeli volt, de hát a végén elsőnek futottunk be, amitől még talán szebb is lett. A jó szél kifejezetten izgalmassá tette a versenyt. Emiatt már nem is volt egyértelmű a modern hajók előnye a klasszikus cirkálók előtt. Abszolútban a sírokkon nyert Cittel Lajos kormányzásával. Másodiknak érkezett a Brokernet Unika Ormándlaki Áronnal. És harmadiknak a Manöket kormányozta be Gömbös Lóránt. A további eredmények előtt kérdezzük a szervezőt arról, hogy... Melyik nagyobb stressz? Az, amikor mondjuk egy kék szalagon rád érkezik a grafika, vagy az, amikor itt valamilyen gond adódik és neked kell megoldanod? Hát ha nagyon egyforma a kettő. Mind a kettő megoldást igényel, és hát az ember igyekszik és meg is oldja. Mint versenyző készülsz még ebben az évben valamire? Igen, most az Európa-bajnokságot vettük célba, ami E24-es Európa-bajnokságot, ami szeptember 22-én kezdődnek a futamok. Most azzal van a fókuszban, mindent arra hegyezünk ki, próbálunk rendesen felkészülni. Most pedig néhány osztályeredmény. A sirokkó természetesen megnyerte az összevont cirkáló kategóriát is a Tabu kupán. A 40-esek között a Tabu nyert Kollár Lajos kormányzásával. 30-as cirkálóban Vossala György hajója a Kék Madár volt a leggyorsabb. Az alkotmány kupáti astik egyben Bednár Tibor Westport nevű hajója, Nautikban pedig az Adami Gábor kormányozta Meniscus nyerte. A műsor média támogató, az Aqua magazin, és a vitorlázás magazin.